9 óra 11 perc a mikrofonnál Kun Zsuzsa és Növényi Norbert olimpiai bajnok a vendégem, és összeöltöztünk. Igen. Ezt majd látják a kedves hallgatók, pedig nem beszéltük meg, hogy pirosba jöjjön mind a kettőnk, vagy jöjjünk mind a ketten. 1980 és Moszkva. Aztán persze beszélünk a jelenről, csak olyan sokat hallottam a te meghurcoltatásodról, és egy kicsit ez még nekem is fáj, nem hogy csak neked, hogy kezdjük a széppel és a jóval. Volt kitől örökölnöd a tehetségedet, a sport iránti szenvedélyedet, hiszen édesapád is birkózó volt talán? Birkózó, profi pankrátor is volt, meg ifi válogatott ökölvívó is volt. Igen, egyébként hát nekem nem csak az apám meg az edzőm volt, hanem a legjobb barátom is, és sem sok mindent, hanem minden neki köszönhetek. Nagyon sok nehéz helyzetben az ő meggyőző ereje, vagy az ő hite az, ami engem vitt előre. Ilyen volt például, amikor 1976-ban nem vittek ki a junior világbajnokságra Las Vegasba, mert azt mondták, hogy tehát akkori szakfelügyelő, aki egyébként tök alkoholista volt, volt egyszerűen egy Lengyelországban a saját nagy meg kis dolga alól kellett kihúzni az ágyból, mert annyira részeg volt, hogy azért nem vitt ki, mert hogy én alkoholista vagyok, életemben akkor még azt sem tudom, mi az, hogy sör egyébként. És na mindegy, és akkor olyan nem voltam keseredve, abba hagytam, nagyon sokat dolgoztam, hogy kijussak oda Las Vegasba, hát 76-ról beszélünk, akkor még külföldi sajnáig lehetett menni, és Amerikába kijutni, hát azért az nagyon nagy dolog volt. És ráadásul, amikor hazajöttek, akkor azt mondta, hogy kár, hogy nem tudták kijönni, mert nyerhettél volna, most gondolj bele. Ez jó érzés lehetett, igen. Na mindegy, abba hagytam, és akkor az apám egy darabig hagyta ezt a dolgot, eltett egy pár hónap, 3 vagy 4 hónap, és akkor leültetett, és azt mondta, fiam, ez a legkönnyebb, hogy abba hagyod azt a dolgot, ezért nekik bizonyít az, hogy nekik van igazuk. Hanem gyerünk, tessék, kezd el újra dolgozni, és az eredményeiddel majd be fogod bizonyítani, hogy neked van igazad. Ne hagyd abba, amit szerez, viszont szerezd azt, amit csinálsz. És akkor elkezdtem dolgozni, és hát utána jöttek is az eredmények. Azt vissza tudod idézni, amikor olimpiai bajnok lettél Moszkvában? Gondolsz mostanában Moszkvára, hiszen azért most kemény élet van. Igen, de én nem így gondolok, én arra az időszakra gondolok, amikor nekem is kemény volt, mert sokat dolgoztunk, de a nagy boldogság volt. Tehát én 6 éves korom óta azzal keltem, feküdtem, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, sőt, hát én nem csak magamért, hanem az apámért is dolgoztam egyébként. És, de miért kellett meg, hát az édesapádért? Hát őt 3 olimpiára nem vitték ki egyébként, de erre is rátérek akarod, de ugyanazt végig csináltam akarva, akaratlan is, mint ő. Hát őnek is nem csak a versenyzőkkel, az ellenfelével, meg a bíróval kellett megküzdeni, hanem a saját szakvezetésével is. Csak egy mondat, vagy két mondat, hogy 48-ban azt mondták, fiatal, azért nem viszik ki, 52-ben, mert nem adott át egy tiszteletdíjat, de közben meg majdnem veretlen volt azért nemzetközileg, meg megverte a 48-ban olimpia bajnok Bobis Gyuszi bácsit, vagy a Kovács Gyula bácsit, aki apám elmondása szerint, akkor világranglista lett volna, akkor az élen lett volna. Na, akkor utána meg 56-ban képzeld el, hogy volt a kiutazás előtt 3 nappal egy orvosi vizsgálat, csak keretorvos megalapította apámnál, hogy érszükülete van, és lehet, hogy le kell amputálni valamelyik végtagját. Semmi baj nem volt, de hogy is ez sem, de képesek lett volna megcsonkítani, csak azért, hogy ne vigyék az apámat. Szihetetlen. Hát az a szakvezető az úgy is ment el, kiugrott az ablakon, hogy nyíkosra. Tehát mindenki, én azt gondolom, hogy aki másnak árt, az a saját poklához vezető útját kövezi ki. Én ehhez meggyőződik. És ezért nem is vagyok annyira ideges már, mert tudom, hogy ez így lesz. Az élet az ilyen. Akkor most 80-ra beszéljünk, de itt azért földobtál egy labdát. Te soha nem ártottál senkinek? Hát akarattal nem. Akarattal, vagy akarva nem. Sőt, hát egy csarnokot megtörténtünk azzal, akiknek én segítettem. Azért az is egy érdekes dolog, hogy egy olimpiai bajnok elmegy az éjszakába kidobó embernek. Azért az nem egy fényes élet, hát és nem egy nem tudom én tiszta kezű embernek gondolom. Na most ott azért ennek is megvan a története, azért ez nem csak úgy, hogy fogtam, és nem most elmegyek, hanem azért az volt, hogy még az utolsó pillanatig is azt mondták, hogy ha bármelyik ország megy is, akkor mi ugye megbojkottálták a szociális országok, Los Angeles olimpiát. Így van, akkor mi megyünk. Na most gondolj bele, hogy a lányom 83-ban született, körülbelül 10 hónapos volt már, és alig láttam egy hónapot, Mánda edzőtáborra voltunk, 1 vagy 2 hónapot. Hazamentem, és sírva fogadt a saját lányom tőlem. A szomszéd szerencsét nagyon csúnya volt, hogy lemegy a bányába, a szél magát a főrohan, az meg ölelgette, szerettem, azt nap, mint nap találkozott, ő természetes volt. Ez is saját lányom, meg sírt zokogott, amikor engem meglátott, mert idegen voltam neki, mikor meg akartam ölelni. És amikor megtudtam, hogy nem megyünk, ugye a Hegedűsóval bejelentette a végén, mert előtte már volt ilyen, amikor megtudtuk, Franciaországban voltunk, egy verseny, és akkor Gáspárt, ami fog
kidobta az ablakot a székén, meg utána dobtam az asztalt is. Aztán elkezdtük párnát csatázni, és akkor összevertük véletlenül a szálloda tulajdonosát is, mert nem tudtak, hogy ő az is, akkor hazazavartak minket. Tehát volt, nagyon el voltunk keseredve. Hát most gondolj, volt, akinek az volt az első, és egyben az utolsó lehetőség, hogy kimenjünk. Tehát ott nagyon aljasak voltak, és utána évekig mondták, hogy hát a rajtuk múlott, de hogy is gyáva volt mindegyik, mindegy kivétel nélkül. Talán egy ember volt, azt hiszem Sósnak hívták ki, a kézlabda, vagy melyik szövetségnek volt ott az, aki kiállt. A többi meg mind gyáva volt. Mindegyből meghunyászkodott, persze. Meg is azt mondták, hogy ha rajtuk múlik, akkor mentünk volna, de hogy akarták, gyávák voltak. Na mindegy, és ráadásul 9 hónapig nem kaptam a Karolia pénzt, arra hivatkozva, hogy adminisztrációs hiba. És amikor leraktam a lantot és elmentem dolgozni, akkor lehozták az újságba, hogy túl nagy igény, meg is el van akkor ezek, tehát nem én találom ki, ez el van téve mindent, tehát dokumentálni tudom, hogy túl nagy az igénye a sztárnak, vagy nem tudjuk fölvenni a versenyt egy tejbüfével, mert volt egy ilyen tejbárom az iskolánál, ahol abban járt a gyerek, ott a gyerekeknek lehetett kakaót, tejet, meg ilyeneket, tehát a semmi, hát ez nulla. Na mindegy, szóval volt én, és akkor azt mondtam, na jó van, és akkor volt egy lehetőség, hogy éjszakában el tudtam dolgozni, és akkor 84-ben így mentem el a rendezvúbárba. De onnantól kezdve én már bűnöző voltam, én már gangster, amit el tudsz képzelni, minden az égvilágon, minden. Akkor jöttek a sztorik, hogy így vettek, úgy vertek, meg, amit el tudsz képzelni. Na de hát Norbi, az éjszakában azért a bűnözői élet, a drogkereskedelem talán már akkor is volt, azért hát csak megjelenik. Ez a 90-es évek, hát a 80 évek még nem annyira, tehát azért nem volt ez ilyen, amikor volt a rendszerváltás, akkor kezdett, akkor a piac így föl, amikor a lányokat, a kábítószer, meg edek, és hát hagyd nem mondjam, hogy akkor szépen benne voltak akkor rendőrök is ebben. Maradjunk annyiban. Most nincsenek volt benne a rendőrök? Hát én nem tudom, akkor tudom, hogy konkrétan, már az sincs az élek sorában, ezért hallott, hogy ott vagy semmit, de aki lebűnözözött, meg íz egy fegyveres zsaruló az olimpiai bajnok, meg mit tudom én, olyanokat írogattak le. Volt úgy, hogy elmentünk, mert egy csapat fiatalnak elvették az útlevelét, inzulint, játszották ezt az itapiros hol a piros, és vitték ki külföldrőket, és hát elmentünk, hogy adják vissza, adják békén a gyerekeket, és akkor fenyegettek egy rendőrtiszte, úgysem mondom a nevét, a lényeg az, hogy megjelent, és hogy mit képzel meg úgy, és mi feljelentést tettünk. Aztán kiderült, hogy egy nappal visszamenőleg megelőztek és raktak egy feljelentést, tehát meghamisították az időpontokat. Tehát volt ilyen is. Tehát szóval te azt mondod, hogy akkor is tisztességgel élted az életed, és ez egy munka volt, egy éjszakai... Hát egy embert hozzá ide, akit én bármilyen olyan módon, és bántam, vagy elvettem tőle valamit, vagy bántottam, vagy bármit csináltam. Nem? Hát ki, minek? Miért? Nem mondjuk szerintem te egyet ütsz, az nem éri túl. De nem csak erre van szó, figyelj, engem amúgy is tiszteltek, mert ezek a vagányok is a legtöbb valamilyen küzdősportot is csináltak, egyben nem voltak is onnan a versenyről, és ők tisztelték azt, hogy én sportoltam, eredményes voltam, nem zavartam el őket, nem játszottam meg az eszem, hogy te ki vagy, meg mit. Tehát én velem ilyen nem volt, én soha. Hát én megtiszteltem mindenkit, avval a saját magamat adtam. Hát sokan nem. Sokan nem, mint később kiderült, és azért mondtam, hogy ugyanazt csináltam végig, mint az apám, mert a mai napig kiderül, hogy a saját szakvezetőmnek mennyi mindent köszönhetek negatív értelembe, hogy mindenhol ott lejáratott. A féltékenység, az irigység, a kivagyiság, a másik sembevétele, ez már akkor ugyanúgy megvolt mindig. Tehát de azt most... gondolod, vagy sejteted, hogy ez egy magyar sajátosság, hogyha van tehetséged, érzéked, mindened megvan hozzá, akkor a féltékenység felüti a fejét, és szinte gátként ott van mindig. Én nem tudom, hogy ki mondta azt, de egy nagy tudású ember volt, régen mondta, hogy a tehetségben van valami, amit a megáltalkodott gyűlölet és a mélyreható rágalom büntet. És minél többet érsz el az életbe, annál több lesz az ellenséged, annál többen gyűlnek össze az irigyek. Ennyi az egész. És az egész életedre kihatott? Ez végig, persze. Végig. Nem csak, de belenézel, nézd meg, mit csináltak a Hosszú Katinkával. Amíg nyerte, addig aztán Isten királynő, ahogy nem úgy jött el, hogy már akkor már neres, meg mit tudom én, miket mondtak. Én nem ismerem személyesen, csak magát a jelenséget tudom mondani. Vagy hogy a Donát a Kozák Danuta kiderült, hogy ugye mennyit kap járulékot, de egyből már mindent mondta, hogy a szegénység. Miköz egy sportolónak ahhoz, hogy valaki rosszul keres? Miköz a sportolónak a gazdaság dolgokhoz. Ez ő is 5-szörös, 6-szörös olimpiai bajnok, nem tudom, 13 vagy 15-szörös világbajnok, Európa bajnok, csinálják utána. Tudod, mit csinálják. Nem értettem? Amikor adócsalás, és nem tudom, mi mindent sütöttek rá. Igen, hát azt is kéztényként mondták közben, nem az engem, ahogy mostattak, hogy két embert azért juttattam be a nagybeni piacra, hogy ők majd fiktív száblázzanak.
Igen, szóval amikor elindult az ellened való bírósági tárgyalás, meg vádaskodás, nem tudom, heteden voltam a tűzben, akkor büntetésként elvették az olimpiai járadékodat, amit akkor sem értettem, mert a kettőt szerintem nem lett volna szabad összemosni. Hát az a... más éjjel, tehát miért büntetnek sokszorosan? Hát értetted? Mert én olimpia bajnok vagyok azért, hát most erre nem tudok mit mondani, választok, mert védekezni se tudtam. Tehát szó szerint, figyelj, ez kiderült, hogy volt egy törvénytelen manipulált lehallgatásra, mint kiderült, első fogom, másod fogom is mondtak, hogy kuka, mégis hivatkoztak rá. Kiderült az ügyészi átbeszédelt 5 perccel, hogy a úgynevezett kettes számú tanúk rám valót, az hamis tanú, sose dolgozott a cégnél, mert az első másodrendű vádlott fölállt, és mondta, hogy ez hazugság, mert nem dolgozott a cégnél az ember soha, hát milyen valomás ez. Az is kiderült, hogy az, aki a lehallgatási csoportot csinálta, az ellen több feljelentés van a katonai, vagy volt akkor a katonai ügyészségen, aztán, mert hogy ugyanazt csináltam, hogy mások, hogy a lehallgatták az embereket, a férjével, aki ügyvéd volt, és átlag azóta elvált, ezt is az olyhírekben tudom, és azt csinálták, hogy összvágták az anyagot, és megpróbálták bezsorolni az embereket. Na most innent az is kiderült, hogy az egyik ember, a harmadik rendű vádlott, az valami pelenkás, meg vasos számlázgatási ügyekben volt politikusok a rendőrökkel együtt, és azok tudták, hogy már figyelték őket 68 hónapja, mielőtt én egy telefonon beszéltem. Na most azt tudni kell, hogy a harmadik rendű vádlott életemben egyszer találkoztam, amikor bemutattam az első rendű vádlottnak őket, és soha nem találkoztam. Vagy az első rendű vádlott ismertem igazából. A másodrendűvel is háromszor találkoztam, amikor vittem be, mert bent dolgoztam a nagybani piacon, egy agrárdiplomám is, és ott voltam a felügyelőbizottságban, de hát mivel kiderült, hogy ő is átvert, mert csak minimálbért adott, meg stb. Azért jöttem el májusban egyébként tőle, 2010 májusában, mert már a minimálbér utáni járulékot is nekem kellett volna befizetnem, és azt mondta, jó van, akkor elég. De most arra gondolsz, hogy mert aztán végén februárban megjött a végső ítélet, hogy felmentettek bűncselekmény hiányában, vagy bizonyítékok hiányában? Nem felmentettek, hanem nem ültem le, szerencsére átad egyébként, hanem kaptam 2 évet, 4 évre felfüggesztve, úgyhogy a közügyektől sem tiltottak el. Na most ilyenkor, de dolgoz paraszt azért, tehát ez azért megvolt bennük. Értetem. De most ártatlan vagy bűnös vagy? Hát hogyha ha nem büntetnek le, akkor nem vagyok bűnös. Hát a felfüggesztet is lehet, de mégis bűnös vagyok, mert azért kaptam felfüggesztetet. De mégis vagyok akkora bűnös, mint ahogy mondták, mert nem leütendőt kaptam, érted? Az is kiderült, hogy azért kaptam ekkori ítéletet, hogy másodfogon ne tudjanak fölmenteni, mert akkor pereskedni tudtam volna. Sőt, hát kétszer is elusatották a perújításomat. Az az indokkal, hogy az ügyvéd az nincs jól felkészülve, és hogy a tanúk, mert van 5 kézzel ott tanulmányomás, hogy milyen, hogy direkt valódnak rám, hogy azok nem hoztak be új tényást az ügybe, ami nem volt igaz, csak akkor, ha ezt elindítják, akkor föl kellett volna a titkostást oldani, és mondjuk tudni látni, hogy kik vannak mögötte, vagy ki van én mögötte. Én azt érzem amögött, amiket mondasz, hogy mondjuk elhiszem azt, hogy teljesen ártatlan vagy. Nem kell elhinni, hát. Jó, de elhiszem, viszont valahogy mindig sejtenek benned egy olyat, aki a balek, akit bedobunk a közepébe, és majd ő elviszi a balhét, ha van valami. Tehát ez szó szerint ez ilyen volt, tehát én onnan tudom, hogy már figyelik valamelyik titkos szolgálati eszközökkel, mert de ez politikai és rendőrségi... Hát azok voltak mögött, tehát az olyhírekből én ezt tudom, sőt, megüzenték, hogy hát nem haragszik rám senki, csak rossz időben voltam rossz helyen. Csak elmondom neked, hogy van egy hanganyagom, hogy az első rendű vádlott az ügyvédjével beszél, hogy direkt vallottak rám, mert hogy én megérdemlem. Ez megvan a hanganyagom, és nem tudok nem csinálni. És elmondja az első rendű vádlott, hogy a kettes számú tanú, az hamis tanú volt, annak a besugója volt, aki a lehallgatási csoportot vezette, és azért vallott rám, hogy neki, mármint az első rendű vádlottnak segítsen, utána pénzzel levághassa. Te Nordi, miután... Idén februárban lezárták az ügyedet. Miért nem mentél el? 13 évedbe tellett az, hogy ezt végigcsinál. Nem tudom, látják a kamerák, vagy nem, hogy tikkelsz. Tehát, hogy idegileg... Hát, amikor egy-két perc megviselt, idegileg nem vagy teljesen jó állapotban. Mindenet elveszed, amiért dolgoztam, 45 évet versenyeztem, az erkölcsileg mindent el. Hát most a internetről nem tudom leszedni, hogy én mekkora tolvaj vagyok, vagy áfacsaló. Hát ez miért nem mentél el ebből az országból? Hát figyelj ide. Miért vagy még itt?
Hát én még nem tudom. Hát, mert itt van a én itt tanultam, itt kezdtem el járni, itt tanultam meg sírni, nevetni, itt voltak a szüleim, ezért volt lehetőségem 8-as meg közepén, de mondom nem, bár bántam sokszor egyébként meg, megbántam sokszor, de én, amikor elmentem, én nem csak magamért versenyeztem meg a családomért, hanem a magyar emberekért és a hazámért azt akartam elérni. Tényleg ezt érezted? Igen, hát én úgy azt akartam, hogy úgy szeressen a hazám, hogy én szeretem a hazámat. Hát ez most bejött tőlük. Bejött. Csak az a figyelj, tehát nézd meg ezt a csodálatos tájakkal rendelkező országot. Akár már emlészet, hihetetlen, milyen szépség van mindenhol. Csak hát kitermel, érdekes embereket termel ki, valamilyen oknál fogva. Tönkre mentél ebben? Hát persze, hát hogy ne. Anyagilag is, idegileg is. Erkölcsileg, elsősorban erkölcsileg anyagát, évekig nem volt munkám, mind a felvállalhatatlan voltam, hát gondolj bele, hogy hát inkább nem is akarok belemenni. Szóval nehéz volt, na hát 2016-17-ben ötször költöztem albületbe, akkor az egész elindult, volt 6 hónapos a legkisebbik fiam, 10 éves volt a nonó, ma már veri a világot kint Amerikában, a kicsi meg most volt 3 hete egy tornának a legjobb kapusa, címet nyerte, és most lesz 14 éves novemberben. Tehát eltelt 13 az életemből a mocsokkal, a megalázással, a megjegyzésekkel, a gúnyokat, 5 vagy 6 évig nem volt munkám. Hova tűnnek ilyenkor a barátok? Ott vannak melletted? Hát ilyen barátok, de nekem nagyon szerencsém volt, mert hát egy kezemben megszámolhatom, azért volt mellettem onok, akik segítettek. Voltak felajátta a lakását, hogy oda tudok menni, amíg össze nem szedem magam. Tehát azért volt egy pár, de az, aki, az a sok 10 000, aki mellettem volt, meg aki körülöttem ugrott, de az mind eltűnt. Tudod, ezt megtanultam, és sajnos azt is meg kell tanulnom, hogy csak azzal a pár emberrel tudok őszintén beszélni, aki, hogy nem kelljen a szavaimat megforgatni, kiformálni, nehogy kiformálni, hogy nehogy felhasználják ellenem, tudod? Ez egy nagy, hogy is mondjam csak neked, egy ilyen férfi válásom, meg egy nagy tapasztalat volt ez. Rájöttem akkor, hogy talán már egyszer beszéltem ennek, hogy úgy éreztem, hogy ez a világ, ez egy hatalmas iskola, és az életben a tanító, és nem mondhatom, hogy nem vagyok felkészülve, amikor ott van a vizsgának az ideje. De mondhatnám úgy is, hogy ez egy örökös küzdelem a szükséglet ellen, de ezt nem így éltem meg, vagy nem így kell, most már így utólag könnyebben beszélek, hanem úgy kell megélni, mint megtapasztalandó ismeretlenként, tudod? Mert az élet ez nem olyan, mint egy kör, hogy se eleje, se közepe, se vége. Mi megfogadunk, megszeretünk, éljük az életünket, aztán elmegyünk. De az a lényeg, hogy az életedet hogyan éled, tudod? És tudsz most már úgy élni, tanulságképpen, hogy soha többet ilyen nem történhet meg veled? Tehát soha senki nem húzhat be téged a csőbe. Hát az, hogy soha, azt nem mondom soha, mert bármi lehet. Mert azért, tehát én azért, hogy mondjam neked, lehet, hogy furcsán az idei mindig magamat adtak. Tehát én azt gondolom, hogy az igaz embernek a szava és a tettei azok összecsengenek. Mert a jó az tisztességes, a tisztességes meg feltétlenül jó. Na most én nem szeretek úgy veled beszélni, hogy azt gondoljam, hogy te be akarsz sopni, be akarsz húzni a csődbe. Aztán beszéd közben én azért figyelek már, hogy nehogy valami olyan, mert megtanultam a tapasztalat, a rossz negatív tapasztalat miatt, hogy azért tudjam, hogy kivel mit, hogy. De milyen, hogy lehet az, hogy úgy álljak én oda veled beszélgetni, hogy ez biztos be akar csapni. Ez milyen élet lenne? Vagy hogy tudnék így élni? Tehát ez nem lehet így. Én hiszek ebben a dologban, aztán menet közben sok minden kiderül, de ma már 5-ször, meg 6-szor meggondolom azt, hogy kinek miért segítek, mert mindig a segítségemből lettek nekem a gondjaim, a problémáim. Én mentem, szóltak, természetes volt, tehát sem, miért ne segítenék. De mindig, kivétel nélkül mindig ebből voltak a problémák. A házasságod ezt megúszta, ezt a... Ezt igen, hát aki most 17 év vagyunk már együtt. Keményen kijutott a Krisztinek. Neki nagyon, én de nem is tudom felfogni, mert én egy dolog, hogy én úgy vagyok, hogy én velem történik, egyébként ez a szomorú, hogy ha velem történik, azt mondom, így jártál. Hát de hogy a családommal, a gyerekeimmel is, mert nem úgy tudtam segíteni nekik, a Kriszt is, hát akárhol ment, mindenhol sisi-musi megjegyzések, most gondolj bele szegénynek, tehát neki ez tényleg nagyon kellemetlen lehetett, és kellemetlen az egy kifejezés. De pszichésen ő is kiborult, őt is miteni kellett, meg kijött rajta olyan dolgok, amik nem
szerencs, nem feltétlenül kellett volna, ez kimondottan stressz. Mind ahogy nálam is, a térdem, a csípőm, vagy a derekam, hogy letört a gerincembe, ez mind stressz, a tikkelésem, ez minden. Hát azért, amikor az embert az igazságérzete bántja, hogy hát most miért kapom ezt? És nincs segítség akkor... ilyenkor, ha az embernek az igazságába beletipornak, és hazugság után jön? Hát figyelj, az első ügyvédem az alig volt bent, hanem a segédjétel, amikor mondtam, hogy hát hívjuk be ezt az embert, az embert, hát nem, mert nem tudjuk, mit mondott, tehát úgy álltam a bíróságon, hátra tett kézzel, egyébként a meccsen lettem volna. Ez egyik. A másiknál meg, hát aztán az is egy érdekes dolog volt, először nagyon jónak indult, de mondták is nekem, hogy menjünk tovább, azt üzenték az ismerősége révén, de aztán hát én meg azt hallottam, hogy végén azt mondták, hogy eddig se tovább. Neki, bár ezt elfelejtette nekem mondani, én mástól hallottam, nem tudom az igazságot, és mert már nem is akarom, már túl vagyok rajta, tudod? De nehéz volt, tehát nem volt egy, senkinek nem kívánom azt, hogy ráadásul ugye közszereplő is vagyok, hiszen filmekbe szerepelek, de na, hogy is mondjam neked akkor, hogy pontot tegyek vére, 66 éves vagyok már. Az eddigi teljesítményem folyamán én nem tudtam bizonyítani, akkor már nem is fogok tudni soha, és nem is akarok. Én elfogadom bárkit a kritikát, meg bárcsinak nem érdekel, de olyanoktól csak, aki minimum olyanokat tesz le az asztalon, mint az úgynevezett virtuális asztalon, amire én letettem. Ha elmész külföldre, akkor felfigyelnek, hogy itt van az olimpiai bajnok, Növényi Norbert. Volt úgy, hogy kimoltam Szerbiába, és negyed óráig tapsoltak, folytak a könnyeim. Ha elmegyek valahova, most is, hogy üzleteket intézem, valahol mindenhol tudják, hogy ki vagyok. Ráadásul még a fiam is viszi a nevemet, tehát én generációk ezt érdemeltem, miközben generációk óta hozok a teljesítményt, a dicsőséget az országnak, hazáknak, magyar embernek. De hát most ez van, így jártam, annak örülök, hogy a fiam, illetve nem örülök, hogy kint van a fiam, de annak örülök, hogy azért, mert velem már nem tudják ezt megcsinálni, amit velem meg az apámmal megcsináltam. Ő pankátor, a fiad? Nem, ő MMA-s, ketrecharcos. Az nagyon durva a ketrecharc. Azt te is csináltad? Hát inkább férfias, úgymond. Igen, nyertem egy világbajnokságot benne, de nem abban a nagy szervezetekben, amit ő. Én is van, egy profi olimpiai bajnok nyertem. Miért megy el ketrecharcosnak? Egy aláfölé rendeltségi viszony ebben? Semmi köze az egészhez, hanem én azért mentem utána az olimpia után kickboxolni, mert ugye nem mentünk ki az olimpiára, úgy éreztem, hogy rengeteg eredmény maradt még bennem. Hát a féltékenységérzésem miatt három, hogy nem álltak ki mellettem a szakadatóim, három világban sem is elúszott. Voltam is ki is hirdettek. De mondom, hogy nem akarok ebben részletezni, mert az legyen, hogy savanyú a szőlést, azért beszélek, de amiket én neked mondok, azt mind újság a papírra, mindenet tudom bizonyítani. Tehát nem a hasra vágok én, mert minden el van téve és nekem ezek a dolgokból. És akkor elment, tele volt egy csomó energiába voltam, és akkor elindultam a kickboxon. Aztán a 90-ben megkerestek a litvánok, míg a rendszerváltás előtt közvetlen, tehát 89 valamikor, hogy be akarják hozni a pankrációt, ez a mostani MMA is, hogy legyek én az európai képviselő, és egy bemutatott senki, és elkezdtünk edzeni, és annyira jó ment, hogy újra elkezdtem, és kijutottam a Barcelona olimpiára egyébként. Hány éves voltál akkor? Akkor, hát 92-ben mit tudom, én már mennyi voltam. 20 a fiatalabb, 46 vagy majd. És... kérlek szépen, hát az is egy érdekes dolog volt, mert minden azt akarták, hogy ne Szászkőbe induljak, mert akkor volt a Majós Sanyi, aki kétszeres évezüstérmes volt, de itthon legyőztem a magyar bajnokságon, meg az előző világbajnokot is, stb. És hogy nehéz súlyba, meg mindez nem volt edzőpartnerom, meg elvették a edzőpartneremet edzést, tehát mesélhetnék erről az egész dologról, de mondom, nem azért jöttem meg, azért beszélgetni, hogy panaszkodjak, csak elmondjam, hogy mi történt hát a dologban. Tehát nem volt egyszerű azért az út, ami oda ment. Na, csak azért mondtam, mert hogy a gyereknek örülök vele, mert nehéz, mert nem tudom minden nap megölni, nem tudok úgy szakmailag beszélni vele, bár minden nap beszélünk telefonon, tehát nagyon jó a viszony, de legalább vele nem tudják aztán megcsinálni, mint amit vele nem De miért lett mindenki Norbert? Édesapád Növényi Norbert, te Növényi Norbert, a fiad Növényi Norbert. Hát a legkisebb az Nándor. Jó, de ezt a hármat alig lehet megkülönböztetni, és mindannyian azért. Hát, egyébként a Norbert az északi fényt jelent, csak hogy tudjad. Meg akkor még ritka név volt még régebben, aztán sok Norbert lett köszönhetően egyébként nekem is, hogy szerintem legyek, mert az olimpia után népszerű volt az egész dolog, és tudod, minek örülök egyébként, és megint saját szavamba vágok, hogyha megyek az utcán, a mai napig is az emberek megtalálnak, fotózkodni akarnak, beszélni, tehát a civil emberek, az átlag embereknek becsbe tartják azt a teljesítményt, amit elértem. Igen, én is így gondolom. És mindig, mégis mindig van valaki, aki úgy gondolja, igen, hogy valaki, nem is tudom, ki mondta, hogy jó, mint hogyha beleraknál valamit az ember székletét egy
üvegbe, felrakod a polcra, és már egyből befőttnek érzi magát. És ez segítik is ehhez egyébként sajnos, és ez a probléma. Mert bíztatják is, hogy te tényleg rekvár vagy, meg te jó kis dzsem vagy. Az édesapád és meddig élte meg a te teljesítményedet? Meddig az olimpiát, meg hát amikor fölhívtam, hogy apop sikerült, azt mondta, fiam, hát hogyha tévé elém észre, le borotválkoztál volna meg. Drága zsírt. Aztán ő ugye Csernobilból volt ez a robbanás, után rá egy évre ő el is ment, gerincével volt, ami a rákos lett. És ez Csernobilnak? Hát nagy bőrség szerint, igen. Tehát ő még előtte még náthás sem volt a fatalom, és akkor hát az orvosok azt mondták, hogy nagy bőrség szerint az, ami miatt jött ez a gerincrák neki, szegénynek. Mi van most, Norbi? Hogy élsz most? Jól vagyok, boldogságban, persze boldogságban, hát most ez is relatív, hogy mi a boldogság, ha belegondolsz, akkor a szíved, meg az elméd, az folyamatosan küzd a lelked harcterén. Mert amit az eszed azt mondja, hogy hát ez jó, a szíved azt mondja, nem, de fordítva ugyanez, a szíved azt mondja, hogy de jó, az eszednek, na innen menekülj, mert ez így nem így. Tehát, és akkor a legnehezebb, hogy melyiknek drukkolj, hogy melyik nyerjen, az eszed vagy a szíved? Hát ez valószínűleg a középen van a helyes út. Hát de melyik, és mi a közép? Olvastam ezt mondtam is neked adás előtt, egy blogot egy lány írt, nem tudom ki ő, vagy mi ő, de valahogy nem is olvastad, szerintem tudatalatt a védelmébe vett, és valami olyasmit írt, hogy hát tulajdonképpen a Norbi egy nagy hülye, mert csak a szívére tud hallgatni, az eszére kevésbé, és hogy mindig behúzták valami hülyeségbe, mert elfelejt ilyenkor gondolkodni. Figyelj, most is, ha valaki odajön hozzád, hogy segíts már ebbe, vagy tudsz ebbe segíteni, ha megteheted, akkor miért ne? És sose gondoltam azt, hogy ebből ilyen gondok, mert az nem mondta le most se, amikor óta valami, hogy figyelj, segítsél meg nekem be, de most már engem figyelnek, már nem tudom mióta. Hát most, a Berkovics Gyuri író sajnos már nem él, ő benne volt hajdan a rendszerváltás előtt ebben az ellenzéki körben, és utána nem tartotta a kapcsolatot, akikből politikusok lettek, és kérdeztem, hogy mi lett a régi barátsággal? És erre azt válaszolta, hogy egy írónak nem lehetnek politikusok a barátai. Ezt csak azért mondom neked is, hogy hát egy olimpiai bajnoknak sem lehetnek politikusok a barátai, vagy a politikához közel állok, mert rossz úton jár az. Hát ugye, most ugyanezt elmondhatnám a vallásra is, miközben a politikának a vallásra mégis benne van. Tehát erről lehetne beszélni. Nem tudom, én ember vagyok, és a napjaimat úgy élem, emberként próbálom megélni. Tanítom a gyereket a tisztességre, tanítom, hogyha bemegy valóba, köszönjön, ha eljön, köszönjön, ha kell valami, akkor kérjen, legyenek meg a fontossági szórendek, ha hazajön, akkor köszöni, és kézmutatás, fülülés, tanulás, és utána játék. Tehát próbálom olyankra, amiket nekem a szüleim tanítottak. A idősebbnek add át a helyet, ha olyan van, akkor kísérd át az úton. Nem az, hogy belőd az a... Több diplomás, hogy hiszel a tudás erejében? Hát hogy ne lenne? Hát az ember minél többet tud, annál jobban jön rá, hogy milyen kevés az a tudás, amit ő tud. Tehát ehhez nyíltnak kell lenni ki. Tehát nem az a nagy tudásom, hogy amit hallok minden nap a televízióban, és akkor meg vagyok hűítve ezzel a dologgal, hanem amit az ember nyit, az olvasás ezért nagyon lényeges. Sokat olvasol? Hát olvasgatok, igen, meg hát verseket is írok. Meg minden, írsz, igen. Hát, igen, hát most már van 700 valahogy versem, úgyhogy amit irodalmi esteken is olvasnak. Igen, művészek. Most egy másfél-két hónapja voltam Békés Csabán, de a nagy irodalmi esten, a színészek, meg diákok. A te versenyedet az enyémét, persze, hogyne. Nagyon jó a visszhangja egyébként, én nem tudom, hogy jó-e, mert igazából magamnak készítem ezeket a dolgokat, amikor néha este egyedül vagyok, és akkor rájön, és akkor elkezdek, vagy ha megyek az úton, és egy mondat valami eszembe jut, akkor vagy rámondom a telefonra, vagy és akkor utána majd megfolytatom otthon, és jönnek ebbe a dolgok. Ezt én azért csinálom, mert magamnak teszek jót vele. De lehet, hogy terápia is van. Nem, hogy nekem érsz. Igen, de hogy ez másnak is tetszik, az meg külön jó. Hát akkor, ha nekik jó, akkor miért ne csináljuk? De sokan olyat nem kérdeztem mondjuk egy irodalmárt, hogy értékelhetőek a versek. Én ilyet nem kérem, mert nem másnak nem érdekel. Majd az utókar eldönti majd, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. Engem nem nagyon érdekel. Nekem az, hogy én élvezem, én jól érzem magam, megtanultam az elmúlt időszakban pont ezek a 11 éve, hogy én magamnak legyek a legfontosabb. Én legyek a saját magam ünnepe, mert ha én nekem jó, akkor tudom a környezetemnek is, hogy jót tudok csinálni. Nekem rossz, akkor a környezetemben is brutális rosszul vannak az emberek. Mennyire veszel részt a sportban, mint edző, vagy szövetség tagja, vagy az olimpiai bizottság? Nem, hát én szerintem ott ilyen
personográtá vagyok egy kicsit. Igen. Úgy gondolom, bár nem értem, mert ha kimész az utca és ezer embert megkérdezel, kb. 3 birkozott mondanak, de abban az én nevemet biztos belemondják még. De nem is ez, nem ez a lényeg ennek. Nekem van egy akadémiám, amit most Sopronban is csináltak, most az is megszűnt, de majd újra kezdik, mert ott valami személyes konfliktus volt. Akkor itt nálam is volt, azt meg leadtam, most megint újra akarják csinálni a sportakadémiát, a tanulmányi sportakadémiát, hiszen nagyon eredményesek voltunk. Egyébként több világbajnokon van minden különböző sportágakban, csak én nem engedek a gyerekeket, nem engedem 10-11 éves korig versenyezni. Mert én azt gondolom, hogy az bűncselekmény. A gyerek az játszon, tanulja meg a csinyát, binyát, minden, ezt úgy hívják, hogy korai szakosítás, de tanulja meg a sport, főleg küzdősportokban. De ma te is sajnos... korán kezdtél nem versenyezni, nem? Csak korán nem kezdtél, nem engedett? 12 éves korom alatt nem, azt mondta a fiam, nem, semmit. Egy két dekát nem engedett fogyni. Nem, majd ha csinálsz szolgálatot, akkor nagyobb súlyba is fogsz az eredményt elni. Csinál, nem engedett, nem. Nagyon veszélyes, hogyha a 11 év alatti gyerekeket... Azért, mert tudod, hogy miért, mert ez egy stresszpont. Na most gondolj bele a birkozásba, ebben a 8-10-es korig még a lányokkal is egy birkozok. Na most az egyetfejlődés folyamán a lányok sokkal erősebbek még fizikailag, hamarabb tanulják meg a dolgokat, valami miatt az evolúció ezt így hozta. És amikor elmegy egy gyerek és megveri a fiút, az apja leszúrja, az anyja leszúrja, az edző kiabál vele, a többiek nézik, hogy a lány megvert. Na most az a gyerek hogy érzi magát? Vagy az, amelyik kikap egy versenyen, mert most, ha megnézek 2-10 éves gyereket, az egyik, mit tudom én, 1,5 méter, a másik 1,20 méter, de súlyból ugyanazok. Van olyan, nekem is volt olyan, hogy és számtalanszor ezért hagyják abba, egyébként csak egy kis statisztikai tényt, hogy ma macska a fiatalok 8%-a aktívan sportol, mire elér a 11-18 éves kort, a 70% abba is hagyja. És ez hogy volt régen? Ez a 8%, hát ez volt, mennyi volt? Hát az volt, vagy 25-30%, tehát egész más volt. Viszont ma már 3 millió sportoló van. Mert az a legkönnyebb, mert a szülőnek nem kell fölöltözni, nem kell beülni a kocsiba, az nem az kell... Az azt jelenti, hogy... Elektromos, tudod, ez a virtuális játékok. Ja, hogy azt is sportnak mondják, hogy e-sportnak. E-sportnak hívják, igen. És hát már világban is hát olimpiai bajnokságokat is akarok rendezni, vagy már szerintem van is. De ami a lényeg ebben a dologban az, hogy a szülők a hibásak. Először is hagyják például edzés emlék módszertanban alap dolog, hogy az ember mi voltjában nem sértem meg. Amikor a gyerek elmegy verseny, és ordítanak, rájut az edző, kiabál vele, anyáza. Hát az én gyerekem ezt csinálná, úgy homlokon verném, hogy nem lenne orvos, aki helyrehozná, de komolyan. Hát hogy engedném a gyerekem? A gyerekemet azért viszem oda, hogy a szeresse. Csak a legtöbb ember azért viszi, hogy az ő sikertelensége, futárságát a gyerekébe nevezze. És ez a legnagyobb probléma, mert akkor tud egy gyerek kiteljesedni, akkor tud a személyiségben a lehetőség kibontakozni, akkor tud az élet dolgait magához ölelni, hogyha élvezi, amit csinál, ha szereti, amit csinál, akkor kiteljesedni. Amit kényszerből csinálsz, te se jó szívvel mész oda. Én tornásznak készültem, és nagyon sikeres lehettem volna, és abba hagytam, úgy mentem haza, hogy engem ütöttek, vertek, na, amikor hát a lábamra, meg a hátamra, hogy nem egyenes. Na, és belőled ilyen volt több millió. És azt mondtam, hogy én ezt úgy nem tudom csinálni, ha verik az embert, és azt mondta az anyu, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, nem bánthatják az ő lányát, de lehet, hogy vannak olyan szülők, akik nem baj, ezt végig de kell csinálni. De ilyen nincs, né? Hát az nem szülő. Hát a gyerekemet, én se bántam a gyerekemet, akkor hogy bántaná egy idegen? Mire föl? Hát győzze meg, tanítsa meg, mutass meg, hogy kell, és a legtöbb, ha megnézed, életében nem csinált még egy nagyobbat, nem erőködött. Csak elvégzett egy 3 napos tanfolyamot, és nem lehetett. Tehát nem jók az edzők, azt gondolod, vagy azt mondod? Hát alkalmatlan. Hát az mindenféleképpen pszichésen, szakmailag, ki bántja a gyereket, üti. Hát ne viccelj már. De 10 éves gyerekkel leülsz, beszélsz, ahogy csodákra vagy képes. Ez mindenre az iszza majd a szavaidat. Ha belegondolsz az iskolába, vegyük egy más példát, ha iskolába mentél, biztos, hogy emlékszel, hogy valamit tanár, hogy mennyire szeretted, és van, akit utáltad, mert egy idióta volt. Tehát itt is a gyerek akkor érzi magát, hogyha a személyisége olyan az edzőnek. Hát az edzőnek, apának, anyának, pszichológusnak, testvérnek, barátnak kell lenni, ellenőrző személyisnek kell lenni. Volt, persze. És most? És most nem, egyszerűen amikor hogy minden versenyt a gyereket is fogják és elviszik máshova a gyereket, aztán el is kalódnak ez egyébként. Ez a szülői kérés, hogy versenyezzem. Igen, nem értem. Ráér, hova kapkodsz? Ez nem olyan, mint például mondjuk Tajföldön, vagy bárton olyan helyeken, ahol a családot kell eltartani, és ezért viszi, főleg küzdősportokban. Érted? Itt az a lényeg, hogy a gyerek minél tovább legyen, egy alap, a pszichológiai alap, minél tovább legyen gyerek, legyen serdülő, legyen ifi, legyen junior.
vannak ezek a, ezek a részek, mint hogy a puber, a prepubertás, tehát pubertás előtti szög, a pubertás, vagy a mondjuk a posztpubertás, másrészt az adolescencia, fiatal ifjúkor. Azért kell ez, mert ezekben az időszakokban szerzi meg azokat a tapasztalatokat és tudásokat, amikre később majd felnőtt korban építeni tud. Ha elmész 8 kis gyerekkel is hallgatod, hogy beszélgesnek, eltévedsz, mert nem hallhatod már, hogy miről beszélnek. Ugyanúgy eltéved ő is a felnőttek világába. Hát ne akarjuk már megerőszakolni az időt. Hát hagyjuk a gyereket kibontakozni. Ezért baj ebből a világgal, és azt látom, hogy rohanna a vesztébe. Mindenki rohan, mindenki szalad, mindenki ideges, mindenki frusztrált. Miért? Hát hagyjuk magunkat élni. Tehát és akkor ezért nem akarsz edzősködni? Mert nem azért nem akarok, tempó... nem az élet így hozta, hogy ez, mert lementem, ott is átvertek, ugye lecsaltak a fiam keresztapja Békésbe, hogy ott csinálunk egy ilyen központot, küzdősportcentrumot, tök jó, mi aztán semmi nem volt az egész, és akkor itt hagytam, és akkor átadtuk a Dunakeszi Városi Sportegyesületnek az egyesületemet, odaigazoltattam le mindenkit, tehát hogy ne menjenek szét, mert rengeteg tehetséges gyerek volt, most meg onnan is eljöttek. Ott állandóan balé van a sport, ez az emberi kapcsolatok. Tehát én nem értem, és ezek közben meg mindig a fiatalok, meg akik normálisan akarják csinálni, azok veszítenek ebbe a legtöbbet. Mert aki nem annyira érdekli, ez pillanatok alatt bele tud bombázni, bele tud piszkítani abba a dologba, ami egyébként meg szép lenne is. És a fiadnál arra tudtál figyelni mind a kettőnél, aki sportol, hogy lelkileg ne kerüljön ilyen helyzetbe, hogy az edző és a gyerek kapcsolata ne romoljon ilyen formában. Hát szorontam, én miattam, a nevem miatt sem mertek szerintem úgy bánni, velük van egy ilyen víz, persze. Sajnos a sok szülő is azért mozza a gyereket, mert hogy olimpiadon nem inkább viszik a gagyi palikhoz, közben meg ebben csinálja a legrosszabb dolgát a szülő, mert nem oda viszi, akit valóban ért. Aki mögött ott van a tudása teljesen, persze az azt jelenti, illetve nem azt jelenti, hogyha valaki jó sportoló volt, az jó pedagógus, jó edző is, ez egyáltalán nem. A kettő akkor jó, hogyha az edző az nap mint nap föl van készül és halad a sporták fejlődésével, a tudományával, és ott van, és figyelj dolgokat. Tehát ezek fontos dolgok. És nem azért nem akarok edzősködni, hanem egyszerűen azt mondom, hogy én nem akarok hajlandó lenni, végignézni, hogy van egy csomó tehetséges gyerek, és ez is egy érdekes, mert ugye azt mondja, hogy tehetséges, mi az a tehetség, meg az, hogy kiből lesz valami, azt nem lehet megmondani, csak az, hogy kiből nem. Mert aki nem jön edzésre, nem csinálja, nem szorgalmas, hát abból nagy valószínűség nem lesz. De mindenki másnak, főleg ebbe a kor, a gyerekkorban hetenként változnak a gyerekek, felnőttként is. A gyerekeimnek meg mindig azt mondtam, hogy sportolni az kötelező, bármit, de ti válasszátok meg. És te nem hiszel a tömegsportban? Tehát mindenkiből olimpiai bajnoknak kell lennie? Hogy ne hinnék? Nem igaz, nem. Az úgyis, ez más kategóriát kiválasztódnak. Ők maguk nem kiválasztják a tehetséget, ők kiválasztódik a teljesítménye. Hát ugye te is azt mondtad, hogy olimpiai bajnok akartál lenni. Így van. A szorgalma, a tehetsége, a kitartása, az alázat, a sportág iránti alázata, és ez akkor igazából hatásos, érdekes, hogy mert hiába akarja a gyerek, ha az edző alkalmatlan, és fordítva ugyanaz, hiába akarja az edző, hogyha a gyerek meg nem jár, mert nem csinál. Igen, tehát én azt látom, össze kell harmonizálni. A saját unokámnál, aki kézi kosárlabdázik, hogy ő szeretne egy héten kétszer kosárlabdázni, de az edző már nyomja, hogy nem kétszer kell, háromszor, négyszer kell, és versenyekre kell járni, akkor ő azt mondja, ő nem szeretne, ő csak kosárlabdázni szeretne, ő nem akar versenyző, és akkor ki írja magát? Sajnos ma már ez működik, és az egyik problémám, régen, ha kellett, be tudtam menni az atlétika pályára futni, nem kellett azért leigazolt versenyző legyél, be tudtam menni kézilabdázni, beállni. De az edző nem akar energiát fordítani, akkor, ha nem akar, nem tudom, minél sportoló lenni, akkor se lehet. Most elmondom neked, ez azért butaság, mert menet közben jön meg az étvágy. Pontosan. Hát a gyerek, ha jól élvezi, ha szereti, azt nem fogja abba hagyni, hanem akkor megy meg a többivel még jobban, még jobb kapcsolatban van, akkor menjünk főleg egy olyan sportágban, ami stratégiai sportággal, a közösség együtt, tehát haverok lesznek, mennek, és akkor már automatikusan haveromban megyek én is versenyre, mert ott vagyok velük, érted? De tehát gondold el, hogy neked volt egy ilyen haveri köröd a sporttal, és most, amit mondasz, az e-olimpia, meg e-bajnokság, kivel találkozik a gyerek, senkivel, egyedül éli az életét? Hát ezek szerint, a szülőnek nem kell vele foglalkozni, nem törik, csinálhatja a dolgát, mert a gyerek el van a géppel. És milyen világ lesz ebből szerinted? Hát mit nem látsz? Érzékeled? Nem érzékeled? Én érzékelem, hát csak a te véleményedre vagyok. Hát olyan világ.
hogy mondta Márai, hogy olyan világ jön, ahol mindenki gyanús, aki szép, aki tehetséges, akinek ellene van. A szépség az inzultus lesz, a tehetség az provokáció, ha mit tudom én megint, tehát ezt, ha akarod, megnézem és felolvasom neked. Fölírtad, vagy nem, ez megvan a Márai től, igen. Neked. Persze, mert leöntik a szépet szurokkal, hát nem tudom, hogy pontosan... De akkor semmit nem tenni, változott a világ. És egyre rosszabb lesz. Hát ez az én problémám. Az értékek leértékelődnek, az értékek értéktelenek meg egyre jobban fel. És ez a legnagyobb baj. Mi van a színházzal, a filmekkel? Van, mert sorozatban vagyunk. Most fejezzük be a második évfolyamát, mert lassan a Gólkirályságnak. Színházban. Hát sajnos vagy. Most lettem volna a Nagysony Isten nyugosztalja, aki a Szép apukát játszotta a Family HT-be. Ugye nemrég ment el második két éve, ő akart, hogy menjek és szerepeljek, aztán azt mondta, hogy Normi, ne haragudjál, Andorói Petibe, minden akkor, de ő is már közöttünk. És akkor mondta, Normi, ne haragudj, nem tudok mit csinálni, de van ellenás, bütköztem miatt, de egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Ebből az ügyem miatt. Hiányzik a persze, hát ez nagy, hát ezt imádtam, hát ezt szerettem, hát ez én nekem színház. Az a, egyik legcsodálatosabb 3 éven volt, míg oda jártam a Gór Nagymarihoz, és az öröki állás leszek neki. Először is azért, mert mindig rám szólt, hogy Normi, artikulálj, akárhol voltam, elmentem egy rendezvényre, és volt, hogy főszólt, beszéltek, és még a sorba bekiabált, Normi, artikulál. Igen, mert hadarsz egyébként nagyon. A hadarásod miből van? Hát a gondolkodásom szerintem. Ilyen gyors a gondolkodásod? Gyors, igen, és majd próbálja a szavakkal előre akarok menni. És hát talán ezért, igen, nagy mosik szerint ezért. A másik meg, hogy hát olyan embereket találkoztam, mint egy Zsúzs Kati, vagy Nagy Zuli, vagy ifjabb kőműves Sunyóval, akik megtanítottak egy csomó mindenre, megszerettették velem a művészetet, megszerettették velem a verseket. Tehát egyszerűen... Ugye, mert a vers, mert az, hogy mondtad, hogy Agrár Egyetemet az is jártál. Van, igen, meg Tesemis Egyetem is van, igen meg tehát... van egy színészi suli, meg van egy játékmenedzser képestésem, van egy borítói képestésem, autókkal szülött, akkor lakatos szakmám is van. Vendéglátói szakérettségén. Na mindegy, de nem is ez a lényeg, hanem a versenyt is ott szeretem, és sose szeretem a verseget. És azt sem értem, amikor bemegy a gyerek, és a kreativitásról meg, és akkor a tanár mondja, hogy elemezze, hogy hogy kell elemezni a verset. Tehát maga a költő se tudja, hogy hogy elemezze. Hát akkor hogy legyen a fantáziára bírva a gyereknek, hogy azok a sorokban mit lát. Pontosan. Nem azt, amit majd a tanár mondja, mi érted is. És ezek jó dolgok voltak, mert a versek is, ezek a szellem játszott terén zajlódnak, és sajátságos terén. És igazából csak akkor tudja megérteni az ember ezt, hogyha fölveszi egy gyermeki lelket magára, mint valami varázsinget, hogy a gyermeki gondolatok kerüljében az élet felnőttével, és akkor így tudod igazából. Hát a régi görögök is ezt csinálták, ott nagyon szociális érzékenyek voltak, meg tanítások voltak, intések a verseikbe, tehát ez, de és semmi sem tudta annyira megformálni a költészetnek a kifejező készségét, mint a férfi és a nő kapcsolata, a szerelem. Hogy áll a gyereked az iskolában? Mert itt volt egy felmondat, vannak tanáraik? Tehát békenyugalom van a ti iskolátokban? Hát most vannak, igen, vannak. Hát de nem, minden, nem mindenben, nem mindenhol, de hol vannak, most ott jó. Hát van, aki besegít, egy másik el, az igazgató. Tegnap este nem volt tudom, a sztrájk. Nem, nem látok bele, tehát nem tudom, a gyerek se érzi, mert gondolom ez az a gyerekeknek annyira nem nagyon mondanak el dolgokat. Ott a tanárok, nem tudom, ez biztos, hogy igazából ha jó az oktatásunk, akkor rengeteg értéket tud egy ország magából. Hát de most nem lehet, hogy a fiadnak jó az oktatása, de azért nagy átlagban nem erről beszélünk most, hogy a... Hát volt, amikor nem tetszett nekem is, olyanokat tanultak, mert amikor azt mondtam, hogy na jó, akkor ezt most nem fogod betanulni, mert a fejedet ne tömött fejvel, édesfiam. Ha nem tetszik, írják be az egyes, az kész. Tehát figyelj, nekem mindig a gyerekem lesz az első. Az ő érdeket nézem, hogy ő az életben, mi az, amiben az én tapasztalatom révén, hogy mi az, amire figyeljen, mi az, amit meg kell igazából tennie, mire, ami olyan helyzetbe gyakoroljon és nőjön, amit majd föl tudja az életbe használni magába is. Mert az, hogy ha rossz helyet hoz, és akkor mi van, ha rossz helyet hozné a gyerek? Most akkor dobjam ki az utcára, vagy mi? Ne. Hát lehet, de magától az a szerencsém, hogy talán ezek miatt is a mentása miatt a gyerek megcsinálja a leckét, zongorát meggyakorolja, rohan edzésekre, imádja az edzéseket. Tehát valami miatt gondolom azért az én meg az édesanyja befolyása miatt is, de a másik is ugyanaz, a Norbi, de a lányom is ilyen volt. Jó tanult, beszél vagy 5 nyelvet, nagy cégnél dolgozik, stb. Ő nem bírta azt a
a nyilvánosságot, amiben én voltam annak idején, amikor az olimpia, meg nagy népszerűség, akkor a filmek, meg stb. És igazából abszolút, sőt, a három gyerek között a lánya volt a legtehetségesebb. Ő kickboxott ott, a világkupán volt bronzérmes, de sokkal többet ért volna el, hihetetlen tehetséges gyerek volt. Aztán kivittem Amerikába, egy évre ott tanult, kint ott kiállításra vitték a rajzot, tehát nagyon tehetséges volt a szénia, de őnek én sok voltam. Sok nem szerette, ha én mutatom az edzéseket, vagy értenet, valami okja volt ennek, és én is nála tanultam meg, hogy hogy bánjak a gyerekeimmel, mert egy kicsit, hogy is mondtam, önző voltam ilyenben, én jobban akartam erőszakolni ezt a dolgot. És én azt mondtam, hogy amikor ez így elvult, és jött a fiam, akkor jó, akkor nem. Ezt a gyerekre bízom, én csak az utat irányítom, meg teszem rá arra az útra. Figyelj, azt is megtudom, hogy senki nem tudja megmondani az életének a kezdetét. De azt tudnék, hogy mindenkit egy végtelen erő mozgat, ezért a lehetetlen az nem létezik. Nem véletlen mondják azt, hogy a gondolat az a legerősebb, legnagyobb energia, mert van a tudatos, tudatalatti gondolkodásunk, ha tudatosan kigondolsz valamit, a tudatalatti az automatikusan létrehozza. Az nem kérdélezi meg, nem gondol rá, nem minősíti, nem létrehozza. Na most, ha rossz dolgokat hozza, akkor rossz dolgokat fog előhozni. És azért a gondolat, mert ha belegondolsz, bármit látunk itt is, tárgyat, vagy ruhát, vagy bármit rajtunk, nem előbb megcsinálták Isten a gondolat. Gondoltak rá, hanem kigondolod. Na ezért helyettünk senki nem tud gondolkodni, és nem is tud érezni, mert az csak a miénk. Tied, meg még az van enyém. Két percünk, próbáljuk betölteni. Sokat beszélek, ne haragudj, nem, hogy minden évben az olimpikonoknak van egy ünnepsége, mintha nem láttalak volna téged ott. Hát, mintha nem hívnának. Nem hívnak? Hát nem nagyon. Hát már az e-sportolói diátes vagy 15 éve nem hívnak. De egyébként ott is úgy volt, az olimpián, akkor még nem volt világranglista, Európa ranglista volt, vezető voltam a Kocsisfehérvár súlycsoportomban, akkor se kerültem az első 10-be az élsportoljában. Amikor egy másik sportágat nyertem, a kickbox, EBVB-t, akkor se kerültem. Amikor 51 hónapján 52-es voltam, akkor se hívtak meg. De ezzel nem elgondolkodsz, hogy miért van mindig baj veled? Én velem van baj. Hát, vagy a nem, világgal. A körülöttem, nem. A körülöttem. Én olyan ember vagyok, akit lehet szeretni, vagy utálni, de az, hogy nem figyelj rám, olyan nincs. Tehát a magából az egyéniségemből kifolyólag is olyan ember vagyok, akire oda kell figyelni, így vagy úgy. De lehet szeretni, meg nem szeretni, tehát ezt mindenki maga dönti el, de nem vagyok közömbös. Valami miatt az élet úgy hozta, hogy olyan ember vagyok, akire oda kell figyelni, így vagy úgy mindenféleképpen. Mivei Norbert olimpiai bajnoknak köszönöm, hogy itt volt. Vigyázz magadra, hogy köszönöm. Ne sodrodj rosszba. Nem, hát már öreg vagyok. Én már öreg vagy már hozzá, most már csak nem, a gyerekeidre. Nem, akkor. Inkább, igen, nem, hát most úgy azt sem tudod, ha valaki segítséget kér, 50-szer átgondolom, és körbejárom a dolgot, hogy miért kéri, mit, hogyan. Mi tehát van még a háttérben? Igen, nem én miattam, mert én szív, hát most nem mindegy, hát most nem esik a gyűrűk, kezemre valaki segítek, viszont nem engedhettem meg még egyszer, hogy a családomból bárki is gondba kerüljen, én miattam, csak azért, mert én kifizetted, játszom a jó vagy megfizetted a tanulópénzt. Hát köszönöm, hogy itt voltál.